nagyon kérem, ne is telefonáljanak nekem. Nem. Tudom, az ön pazsójában laktam 5 hétig. Azt is tudom, a legjobb vendég. Nem, nem megyek vissza. De igenis húzat volt. Húzat volt, és én azt nem bírom. Sajnálom. Én már ebben a panzióban maradok. Tudom, hogy drágábbra nem számít. Ajánlom magamat. Dehogy megyek én vissza. Parancsom reggeli fogadsz, uram. Nem itt reggelizem, hanem a szobámban. Kérem. Azon kívül jegyezzék meg. Ha meg akarják tartani a vendéget, nagyon szépen kérem, és ne horkogjanak a szomszéd szobában, én nem tudok aludni. Kérem, nem én horkogok, hanem a vendég. A vendég se horkogjon. Nevetséges. Hozhatom a reggeli fogadsz? Jó napot kívánok! Jó napot! Bocsánat, kegyed, ide tartozik a panzióhoz? Hát persze, nem tetszik látni, én vagyok itt a szobalány. Hát miből lássam? Hát miből? Hát fehér kötény van rajtam. Ja, kérem, az nekem nem semmi. Nálunk a házban van egy mészáros, azon is fehér kötény van, mégse szobalány. És a mészárosnak van bombitája? Hogy milyen? Hát bombitája. Hát kell legyen fiatal ember. A hosszúnak keresem, itt lakik? Persze, itt lakik ebben a szobában. Tessék megvárni, mert mindjárt ki a reggelizni. És mondja, kérem, milyen szobája van a hosszúrnak? Ó, hát utcai szoba, fürdőszobája. Ne mondja! Ha miért te mondjam? Hát akkor mondja! Utcai szoba, fürdőszobája. Mondja! Maga szokott horkyogni? Hát istenként szokta! És mindig? Nem, csak mikor alszok. Hát nagyon szépen, kérem, többet ne horkyog. Hát de miért kérem? Mert én azt nem tűröm! Hát de bocsánat! Semmi bocsánat! Ön horkol, én nem tudok aludni. Pontom! Mondja, kisasszony! Kérem, tessék! Kérdezhetnék valamit? Tessék! Lehet az, hogyha én Újpesten horkyogok. Valaki tudár ne tudjon aludni. Ne mondja! Gyönyörű reggeli! Micsoda! Reggeli? Kulhane! Hát mit keresel te itt? Szervusz! Szervusz! Mit keresel itt? Te, legyen köcsi! Legyél! Téged keres! Megtudtam, hogy ebben a panzióban azt gondoltam, megállítottam. Hát igazán kedves van! Na ugye? Magadsz, hogy foglalj helyet! Te! Legyek én őszi! Legyél! Ez a reggeli, ez gyönyörű! Hát igen, hát elég csínos! Látom, hogy tojás is van! Hát tényleg volna! Végre is toljak még a tyúkokehóba! Hát neked! Nekem már hónapokon nem toljnak a tyúkokehóba! Mondj! Ez mi? Ez Jeff! Nem mész! Jeff! A szavamra azt hittem, hogy megvált! Persze, hogy lekvár! És akkor melyik a Jem? Hát a lekvár! Hát akkor miért nevezett Jemnek? Mert abban úgy mondják, hogy Jem! Mert csak tudsz angolul! Hát tudom! Kívülön itt! Nem tudok én angolul, de... Nem magyarul tudsz mi? Hát persze! Kertjük, ganyai te! Szerintenek! Parancsolj, fogadj már! Na, köszönöm! Motor! Minek köszönhetem a szerencsét? Ne! Egy kis kölcsön szeretnék kérni! Legyek őszinte? Legyen! Egy vasam sincs! Na ezt tudj meg! Szóval nem hiszel neked! Ha persze, hogy nem hiszed! Panzióba laksz, olyan... Már reggelit ezzel, mint egy plutokrata, fürdőszobádban, elidejön a szegény barátod, akkor nincs egy vasam sem, ha? Mondd! Te tudod, mi az az optikai csalódás? Hát, tudom. Na mi? Az optikai csalódás az, ha az ember egy látszerésznek pénzt kap kölcsön, és nem kapja vissza. Micsoda magaság! Hát optikai csalódás kérlek az, ha az ember azt hiszi, hogy valami úgy van.
Erre kisír, hogy nem úgy van, hanem így van. Érted? Egy pillanat, hogy van ez? Hogyha az ember azt hiszi, hogy valami úgy van. Megállt! Erre kiderül, hogy nem úgy van, hanem így van. Érted? Értem. Nem úgy van, hanem így van. De most már nagyon értem. Én sosem gondoltam volna, hogy ez legyen az optikai csalódás. Mondok én neked egy példát. De most azt hiszed, hogy egy slávé vajon tojást tekerített. És gyene! De most azt hiszed. Igen. Na látod, ez az optikai csalódás. Én ugyanis nem ezt teszem. Hanem. Látod ezt a csillát? Látod. Na én azt teszem. Hogy a csillát teszed? Igen. Hát mondd el, hülye vagy? Hát hülye vagy te. Hát mondd, hogy a csillát teszed reggelén? Te ismered a nagy cseket, ugye? Igen, akinek az a lapberendezési üzletje van. Na így van. A Novicsektől ez a panziós vásárolt egy csillát hitelbe. Közben a feleségére iratta a panziót. Nem fizetett egy vasat sem. És én erre leszem a csillát. Ja, megegyeztél a panziósal. De? Hogy is, ugyan kérlek. Sejtelme sincs róla. Ő azt hiszi, hogy én egy rendes vendég vagyok. Azt a hétvégén, amikor átudja nekem a számlát, én pénzhelyet átadom neki az ellenszámlát a csilláról. Na, kedves kis meglepetés lesz a számára. Hamza, mit várom én? Legfeljebb egy kicsit mérges lesz. De én most a 400 pengőt, amivel még tartozik, azt én leeszem. 400 pengőket, hét alatt! Mit gondolsz? Hát miket teszek én itt? Na, miket teszel? Soroljad, miket teszel? Hát kérlek szépen, a tegnap este volt? Csak lassabban! A tegnap este volt elővételnek. Ökörúzál magába! Mondod magába? Hát ezt így mondják, hogy ökörúzál magába. Hát amire te gondolsz, az ököd iszik magába. Ilyen étel nincsen. Hát az nem is étel, ez közmondás. Közmondást vacsoráztál! Na érdek, én ökörúzál tettem. Magába. Na és aztán a szobalány behozott egy félibát. Ekkora szondja. A szobalánya! A diványa! Na és aztán még volt tészta, fekete, gyümölcs, lipő, saj. És most? Mióta vagy itt? 3 napja. Szóval a fejcsillátván megette. Meg. Érdekes. Szemben azt gondolná, hogy egy egész csillát, erre kidő, hogy a barátja már rég megette a felét. Na látom. Persze, az ember azt hiszi, hogy várjál, innen. Így van, erre kiderül, hogy nem úgy van. Most, mit fogsz csinálni, ha megetted az egész csillát? Azt mondja, hogy utána elmegyek a Györgyirák panzióba. Ott is tartoznak a Novicseknek. Ott is csillát eszel? Ne. Repamié. Na persze, a kocka kell egy kis változatosság. Aztán itt van az Árvalányhaj panzió. Na ott is tartoznak a Robicseknek 4 éjjeli szekrénye. Te! Engedd meg, hogy azt a 4 éjjeli szekrényt én megyem meg! Hogyan kérlek? Elemé! Add nekem azt a 4 éjjeli szekrényt! Dehogy adom, én azt legalább 3 napig fogom rágicsálni. Na, aztán még itt van még 3 kínai váza, és 4 ezüst bilikon. Ezüst bilikon, te hülye vagy? Hát miért? Te nem láttál még bilikonot? Hát látom, de nem ezüstből. Hát még arra
szájunkból is van. Te, tudod mit? Ha akarod, én átadom neked ezt a számlát, és ezt a négy billit, billikomot edd meg te. Edd meg te! Vézze meg az ember! Nem hittem csillát meg, rekam egy trágicsát, nekem meg billikom. Szép kis parács vagy. Van egy cigarettán? Nincs. Na, de itt van pénz. Vegyél hozzá egy csomag szimfóniát nekem. Itt a trafika a házban. Oké. Okay. Mondd kérlek, te szereted a vajas kiflit Jammer? Jaj, hát azt nagyon szeretem. Na mert én is. Felejtem meg a hülye vincéket. Melyik szobában lakik? Ebben. Aha! Szóval magától vannak nekem álmatlan éjszakáim. Nocsak! Tehát csak nem szerelmes velém. Magában az ördög. Regény szajszaka hordjog. Hát azt mikor hordogja? Napon? Az én hordjogásától nem lehet aludni. Dehogy nem! Én úgy alszok, mint a bunda, pedig ott horkolok magam mellett az ágyba. Hát vegye tudomást. Vagy maga marad ebben a panzióban, vagy én. Meg vagyunk értve? Nekem akármit mond, de még ezt a csillát meg nem eszem, addig én innen nem költözök ki. Amíg ezt a csillát meg nem eszem. Igen. Addig itt maradok. Ezt a csillát? Igen. Megesz? Meg. A felé. A felék már meg is ette. Na, hát még csak ezt kellett. Szép kis panzió, őrültekkel egy felír alatt. Jó reggel, hosszú! Reggelizni, reggelizni! Hát igen, reggelizem! Jó reggel! Hogy érzi magát? Kitűnően! Viszont, én sok gondot mondítok a panziókra. És már kora hajnalban kívoltad a csarnokba, bevásárolt. Mert tetszik tudni, én mészáros voltam. Én értem magam. Én magam vásárolok mindent. Engem nehéz becsapni. Igen? Hát igen. Rengeteg dolgok. Most itt csak egy fontos telefont várom, aztán be kell rohannom a rendőrségre. Bevásárolni? De vásárolni, egy kis kellemetlenség. Mert tetszik tudni, finom ember vagyok. De sok, az sok. Hát, az bizonyos, hát ami sok, az sok. Tetszik tudni, voltálunk egy rendőrt. Az illetőt bevitték a mentők a kórházba. Rosszul lett? Meg. Mitől? Tőle. Hogy? Nézd le, Oszló! Én finom ember vagyok, de ami sok, az sok. Én vásároltam valami berendezési tárgyat. És hát többek között a villárosnak tartozom, mint pár ember. Erre kérem, már három ember küldött ide vendégbe. És amikor fizetni kellett magam, akkor tudtam meg, hogy a csilláros küldte. Nem mondj azt! Na hát az első kettőnek hát kiosztottam egy kutatot. De amikor a harmadikról is kisül, hogy a vendég a csilláros fogja lenni a számát, hát én széttörtem a borsát. Hát jogoshoz tudom. Tessék! Kérdem, hosszú, jogos én! Hogyne! És tessék csak mondani, Viharos úr, hogy ha még jönne egy másik, egy negyedik. Micsoda? Semmi, hát csak úgy kérdem, hogy még jönne azzal a csillával egy másik. Hát természetesen azt is a mentők, ugyebár a mentők vinnék el. Hát én ilyen többet nem csinálom. Persze, hogy nem. A hol a szállítok? Az illető darabokra tényleg. Azért darabokra tényleg.
Hát én kezdik, kezdik, a végén nem fizet. Mégis, darabokra tét mi egy ember? Darabokra tét, te! Hát főnök úr, kérem, tessék be meg a 12-ben. Jó, fiam, legyen. Na, jó éjt rá, hogyan nyavalják ezeket, hogy ilyen üzleteket sokor ezen? Hogyan mutatjuk sebe? Na, itt a cigaretta. Hát kérem szépen, a legnagyobb gondom az, hogy... Parancsolj, ennek ezt a reggel. Na, ezt a viccet már ismerem. Miféle vicc? Nekem még van egy pár panzion. Ezt a csillárt, ha akarod, átadom neked. Ez komoly? Hát hogy ne? Itt a számla. Ebben a csillárban még van legalább három nap. Te az eredet. Én mindig tudtam, hogy te rendesen beállítottál. Ne rövhetek ide a reggelit. Parancsolj, parancsolj. De? Nehogy aztán becsapják. Kívánom azért, amit nekem juttattál, az Isten ezerszer fizessen meg. Na, hagyd már ezeket a magaságokat. Mit ezerszer? Tízezerszer, te! Hagyd már ezeket. Én most összepakolom, és te utána nyugodtan költözd a szobába. Jó? Ha? Jó. Isteni! Mondja kérem, ne forcsogjon itt négyes napon! Kegyetek furcs ember, séljes, de akkor mikor forcsogjon az ember? Mondja kérem, nem ismeri véletlenül azt az urat, aki az előbb itt reggelizett. Ne önnek! Nem értem. Az egy kicsit bolond, mi? Az! Bár nekünk kettőnek lenne a nyelvünk. Na még azt kellene nekünk. Hát ugyan mit mondott nekem az az ember? Mi? Hogy ennek a csillának a felét megette. Hát ez igaz, meg is ette. Hogy megette? Hát úgy, hogy megette. Egyik felé te ette meg a másikat, meg én eszem meg. A csillának? Igen. Beosztottuk egymás között a csillát. Innen áll előtte, innen meg én fogom megenni. Hát... Én kiköltözel ebből a panziótól. Menj, tegye meg a sok bolondját! Hát, teszik tudni, az úr dolg. Sem. Igen, fél. Itt kosztolok. Mi a uta? Most költöztem be. Örvenne. Majd összetévesztette meg másik vendéget. Vannak ilyen optikai csalongások. Ajaj, te menj, mennyire, hogy vannak! Önnek fogalma sincs, hogy milyen optikai csalódások vannak. Oh, én is tudok egyet másnak. Az ön például mit gondol? Én most mit reggelizem? Oké. Okay. Kávé, folyok, cseretesz. Na, itt az optikai csalódás. Én ugyanis nem kávé, marad cseret reggelizem. Hol? Látja ezt a csillát? Na, én azt teszem! Mit teszik ön? Ezt a csillát, mert ezt maga nem épít! Nem épít? Na, hogy van ezt épít? Nézd, ez a bitong panziós tartozik a csillár árába! És maga most ezt leeszik? Na, úgy, ahogy mondja! De csak a felét, mert a másik felét már három napja ezt az egyik barátunk! Most átadja nekem a szobáját, és három napra a kosztot. És az a marha panziós, csak a hétvégén tudja meg, hogy tulajdonképpen ketten ettük a csilláját. Remek, mi? Remek. Szóval a barátja itt lakik. Igen. És a kedves barátja még itt van a házban. Nincs, napunk kiküldtünk. Élve. Hogy élve? Élve, hogy élve fog kiköltözni? Persze, hogy élve! Mondja csak, hogy hívják a kedves barátját? Hát maga mindenre kíváncsi! Hogy hívják a barátját? Na, hát ne ütökös itt az asztalon, nézze meg az ember! Milyen viselkedése? Főnök, akkor kérem a telefonhoz! Gondolom! A
magát nem bántott. Csak azt mondja meg, hogy ki a barátja, aki a fél csillát meg. És akkor én mehetek? Meg. Csak mondja meg, hogy ki az, aki itt három napja eszik a csillát. Hát én megmondom. Na, mondja meg, hogy tégyél vízetre. Itt Loki. Igen, Bukaci! Haladok ki! Bukaci! Ez még csak kijön! És te vagy itt? Ugyan kéne! Lesz itt már három napja a csillára! Mit akarnak már azzal a csillára? Igen, igen, aranyos utám, igen! Én ezzel veszem! Kézzetődök, ugye? Ó, igen, igen, igen! Kicsit sótalan, de... Igen. Na, akkor legyen szíves teremben fáradni egy pillanatra. Ó, miért? Bukaci úr! A jó Isten áldja meg!